Lányországban voltam, ahol a nap már nem süt, és örökké sötét van. Az új anyukádról fogok mesélni. Merényi Viola. Frici vagyok. Nem is nekem kell új anyuka, hanem neked. Itt voltam mostoha, és azért csináltam, hogy elfelejtsük a mamát örökre. Itt az ideje annak, hogy mindketten elfelejtsétek azt, ami a padláson van. Mit javasolsz Dorkával kapcsolatban? Kis környezetváltozás jót tenne neki. Ne aggódjon, ügyvéd úr, odafigyelünk rá. Igazán köszönöm. Egy újabb betulakodó. Maga hisz a varázslatban? A varázslat miatt érdemes élni, nem? Papa beteg. Valami lehet az elméjében, hogy elveszi ezt a... Előre, hudákok! Nem azt akarod mondani, hogy... Hogy szerelmes vagy, de azt. Meg kell küzdenem a gonosz mostohámmal. Viola! Nincsenek gonosz mostohák, Dorka, csak a mesékben. Értsd már meg. Szerinted én rossz apa vagyok? Jó estét kívánok! Hollywoodi produkcióhoz illő előzetese van annak a magyar nagyszabású családi mesefilmnek, amelyet december 2-án láthatnak a kedves érdeklődők, a kedves nézők. Először nyilván Magyarországon, aztán valószínű hozzánk is eljut, és annál is inkább fontos vagy érdekes megnézni ezt a filmet, mert ebben a filmben a címszerepet a marosvásárhelyi Bokor Barni játssza. Szia, Barni! Szia, Léka! Jobb, hogy itt megállok, még mielőtt belefulladok a bevezetőbe. Nagyon lendületesen elkezdted ezt a dolgot, és de kb. Ennyi volt, szóval feltetted a lécet a beszélgetés elejére, nem tudom, hogy innen hová tudjuk fokozni. Tehát mert hogy nagyszabású is, meg hogy hollywoodi, meg minden volt benne. Igen, éppen igen, azért, hogy fokozzuk és aláhúzzuk ennek a produkciónak a fontosságát. Amúgy tényleg nagyon szép, és tényleg nagyon magával ragadó a történet már az előzetesből. Hogyan kerül egy marosvásárhelyi színész egy magyarországi nagyszabású produkció castingjára, mert hogy ez most olyan divat, ez a casting szó? Nem. Egy másik castingon voltam, teljesen véletlenszerűen. Ott valami miatt aztán az a produkció nem született meg, de érdekes módon megmaradtam a produkciós iroda számára, illetve a producer gondolt arra, hogy volt ez a fiú, aki az előző castingon szerepelt, hívjuk csak be. És így mentem el. Ez a hívjuk csak be pontosan hogyan történik? Telefonhívás? Telefonhívás volt, éppen bevásároltam, és jött egy telefonhívás. Haló, szia, lenne kedved szerepelni egy nagyszabású hollywoodi szuperprodukcióban. Jó, egy pici túlzással, de természetesen nyilván leesett az állam. És ilyen, ha már állam, akkor álomszerű történetek sorozata követte egymást. Mert hogy ez az az igazi tapasztalat a film világába való becsöppenés, és akkor stáb, meg minden, amiről álmodik mindenki? Én 40 évet álmodtam erről a dologról, és egyszer csak egy ilyen szürke hétköznap így megcsörrent a telefonom. És akkor teljesen illuzórikus az egész életünk amúgy, hogyha visszagondolunk az elmúlt akárhány évtizedre, ami mögöttünk van, és nyilván egy pillanat az egész, és olyan, mint egy vászon, és a vászonon ugye folyamatosan változnak az események, és ez aztán még inkább felhígította bennem ezt az illuzórikus tapasztalást, hogy úristen, ez egy igazi nagy játékfilm, ahol hát ha nem is fő, de cím szerepem van, de nyilván az előzetesből az derül ki, hogy akkor ez egy fontos szereplő, inkább kulcs szereplő. De hogy mégiscsak te vagy a papa, ugye? Az elak ezekkel a papámból a papát játszó. Így van. De itt inkább a nők, a hölgyeké, szerintem a főszerep, elsősorban a filmbéli kislányom Marcinka Bori, akkor a majdnem feleségem Pálmai Anna, és a happy endet hozó Csobot Attila, aki végig happy a filmben.
Természetesen nagyon sok szereplője van még, és nagyon-nagyon jó szerepek vannak. Én egy, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen szürke kis ügyvéd vagyok, egy apuka, aki, hát most akkor nem akarok spoilerezni, ahol mondani szokás, a casting után egy újabb kedvenc idegen szót, puffuktassunk itt el. De hogy igen, tehát hogy már a felhívás, utána a szembesülés a valósággal, hogy akkor ebben benne vagyok. És amikor megláttam ezt az óriási nagy stábot, több mint 100 fős stábbal dolgozott ez a produkció. Amúgy elgondolkodtál azon, hogy akkor most miért pont te? Mert hogy azért Magyarországon is vannak bőven, akik esetleg abszolút, ezt szívesen eljátszották. És folyamatosan ez járt az eszembe, és nem értettem, hogy annyi tehetséges magyarországi színész van, akik közel vannak, akikkel Dunát lehet rekeszteni, jobbnál jobbak. És hogy miért pont én, aki már lemondtam erről, hogy valaha filmbe amúgy nem fogok. Feltétlenül jobbnál jobbak, tehát hogy jobbak, mint te, vagy mit tudom én, tehát nem ilyen szempontból, csak hogy van bőven, amiből válogatni. Így van. Itt tehát van merítés. Amúgy a casting a te esetedben azt jelentette, hogy akkor ők tulajdonképpen téged akartak, csak hogy nyilván van egy metodológiája ennek, és akkor meghallgatás, meg mit tudom én, vagy volt több jelentkező ugyanarra a szerepre, és abból én most egy utólag úgy rakom össze, hogy ők nem akartak egy elhasznált arcot erre a szerepre. Tehát mindenki valaki újat szerettek volna. Azt hiszem. Meg nyilván nézték, hogy a szereplő közti kémia hogyan működik. És ezt nyilván a castingokon már lehet érzékelni, hogy akkor a párosítások, meg kikire hasonlít. Szóval egy csomó olyan összefüggés van ilyenkor, amiket mind latba kell vetni, és akkor én, aki szerencsétlennek éreztem magam, én lettem a szerencsés. Egyébként hogyan működik egy ilyen casting? Mert sokat hallunk erről, de hát nyilván nem tudunk belelátni, mert sosem vettünk részt egy ilyenen. Hogyan zajlik, hogy kell elképzelni ezt? Hát, ilyenkor még nem kapod meg a teljes forgatókönyvet, csak egy bizonyos részletet a könyvből, és akkor összenéznek különböző partnerekkel. Tehát, hogy nagyon sok embert hívnak egy nap egy castingra, több szerep cseréli egymást, és különböző kombinációkat néz össze a casting direktor, illetve a rendező vagy a producer. Ez egy ilyen egy alkalmas dolog, vagy akkor? Több fordulós szokott lenni általában. Igen. És akkor megszületik. Szóval, hogy ilyen szűrőkön mennek át a szereplők, és akkor végül egy marad minden szerepre, és azt még egyszer leellenőrzik, újra nézik őket együtt, és így. Mit kell tudni erről a szereplőről, akit te játszasz, a papáról egyáltalán? Hát ő az életének egy olyan periódusában van, amikor döntés előtt áll. Nehéz döntés előtt áll, ugyanis egyedül neveli a kislányát, a felesége. Hát az nem derül ki a filmből, hogy hogyan és milyen körülmények között, de már nincs. Meghalt. És eltelt bizonyos idő, és eldönti, hogy bejelenti otthon a kislányának, hogy mától új anyukád lesz, vagy holnaptól. Szóval bemutatlak a jövendőbelimnek. És innen kezdődnek a bonyodalmak, a kislány nem akarja elfogadni. Ez egy ilyen édes mostoha alapú történet. Eredetileg erre a szövegre íródott a forgatókönyv. És minden eszközzel azon van, hogy megakadályozza, hogy ez megtörténjen. Kétségkívül ez az első nagyszabású filmes próbálkozás. Milyen volt megélni a hétköznapokat ott a forgatás helyszínén, az első napot egyáltalán, azt, hogy akkor most bemutatnak, hogy te vagy X, és akkor te is része leszel a produkciónak. A többiek lehet, hogy éppen már ismerték egymást, vagy mit tudom én. Igen, ez egy nagy családot, mindenki mindenkit ismert. Már én egy ilyen viszonylag külsősként jöttem be, illetve Adélnak is úgy tudom, hogy ez az első filmes szereplése, Csobot Adélnak, egészen más platformokon fordult elő és vált ismerté. Az első benyomás. De azért ismerték őt, engem még nem. Nekem az első benyomásom az ugye a csodálkozás, az a hirtelen, nagyon nagy súlyt fektettek arra, hogy te jól érezd magad. Hogy a színészt
hogyan kezelik egy ilyen helyzetben, hogy érted, jön az autó, nyitják az ajtót, beültetnek, szóval mindent megcsinálnak helyetted, és azt érzed ezáltal, hogy te valami nagyon fontos ember vagy. Hogy ez nyilván nem rólad szól, hanem a produkciót tekintik elsődleges fontosságúnak, és mivel te része vagy ennek a produkciónak, ezért kiemelt figyelmet érdemelsz. Valószínűleg ez egy picit az elvárásoknak is a megfogalmazása ilyen módon, hogy akkor igen, de elvárunk egy olyan fajta munkát tőled, ami ugye beleillik ebbe. Ha már ennyire szépen bánunk veled, akkor már te is valamit produkál. Ez a mondat elhangzott így, amikor megláttam, hogy itt mindenkinek saját kis autója van, amiben öltözzik, tudod, tehát, hogy ezek a kis szóval ez létezik, mozgó buszok, bemész, és akkor van egy ilyen saját tered, ahol minden van. A légkondicionáló berendezéstől a friss virágig a vázlatban. Abszolút, igen, szóval minden elő van készítve, ahogy mi azt láttuk a filmeken. És mondtam is, hogy hát gyerekek, ez olyan, mint Hollywood is. Erre mondta a rendező Dobokata, hogy figyelj ezt, el is várjuk. Szóval... Szóval érezted, no, jó. Ebben a mondatban megvan. Oké, akkor megpróbálok fejest ugrani ebbe a mély vízbe. Ez a megpróbálok... Hogyan sikerült, illetve mennyire volt nehéz, lévén ugye a színházi produkció, meg a színházi játék, az teljesen más, vannak azért különbségek, és melyek ezek, mert hogy azért filmben játszani, meg filmet forgatni kis részenként teljesen más, mint folyamatában eljátszani egy szerepet a színpadon. Hát nézd, egyrészt nincs lehetőséged visszamenni és megváltoztatni az, ami már megtörtént. Amire volt 3 másodpercet, kamera forog, tessék, fölvettük, és onnan azt őrizzük a örökké valóság számára. Tehát, hogy de hogy többször is lehet ugyanazt, megvan ez a... Jó, de hát akkor is van egy forgatási időintervallum, amiben van 3 próbálkozásod, vagy mit tudom én, de hát hogy nincs tovább. Tehát a színpadon napról napra újra és újra átengedem magamon, bizonyos dolgok megváltoztathatóak, az filmen nem. És a másik nagy nehézségem, hogy míg a színpadon lineáris építkezés zajlik, tehát hogy fel tudom építeni a szereplőt, van egyfajta folyamat, amin átmegy, a filmben ugrálunk az időben. Tehát az utolsó jelenetet felvehetjük akár első nap. Nekem tudnom kell, hogy hová jut el a szereplő abban a legutolsó fázisban, milyen lelkiállapotban van abban a néhány másodpercben, amire ugye azt mondják, hogy tessék. Szóval, hogy ez ilyen szempontból egészen másfajta felkészülést jelent a filmes jelenet. Vannak ilyen abszolút fura helyzetek, hogy akkor most X pontba kell nézni, és akkor magad elé kell képzelj egy, vagy egy szemét, vagy egy mit tudom milyen helyzetet, és akkor ott nagyon kell... Alapvetően ugye... Hát, ami ugye nem látszik, csak hogy... Mindig a kamera a főnök, tehát az ő szempontrendszere szerint viselkedünk. Tehát én lehet, hogy most rád nézek, de a kamerában az egészen mást mutat. Míg hogyha egy picikét odébb nézek, az ugyanazt az illúziót tudja kelteni, mintha most rád néznék. És nagyon sokszor van így a filmben, hogy egy kis párnához beszélek, mert éppen az felel meg annak a nézésiránynak. Milyen kellemes tapasztalatok voltak még... Hát munkához kapcsolódó nyilván, de nem pont szakmai dolog, tehát vannak mindig ilyen kis történetek, vagy kis bakik, érdekességek, váratlan helyzetek, amiket ugye meg kell oldani. Hát számos ilyen minden napra jutott egy, első nap kisétáltam az úgynevezett setből, tehát ugye be van állítva, mint ahogy most ugye a kamerák is el vannak rendezve, itt vannak a fotelek, és ezt nevezzük akkor a mai forgatási szettünknek, és hát ugye láttam, hogy nincs rám szükség, akkor én szépen kigyalogoltam, és elmentem folyóügyeket intézni. Magyarul pisilnem nem kellett. Na de hát akkor a leszúrást kaptam, hogy én hogy mertem elhagyni a helyszínt, anélkül, hogy szóltam volna, ez volt első nap. Tehát nyilván nem voltam tisztában ezekkel a szabályokkal. Hogy működik, hogy viselkedünk, milyen protokollokat tartunk be ilyen esetben. De mondok egy másikat, például karakterem egy zárkózott ember, aki soha nem gombolja ki az akóját. És én önkéntelenül kigomboltam, amikor behajlok a vízbe, hogy mentsem ki a mennyasszonyomat onnan, mert ugye ő beesett. És ez egy ilyen teljesen természetes reakció volt részemről, és utána mondta a jelmeztervező, hogy nem, ez az ember soha nem gombolja ki a zakóját.
Ennyire és akkor, aprólékosan figyelnek a részletekre? Ha megfigyelted, azért a jelmezek nagyon erőteljesek ebben a filmben, és ugye végig kísért minket Bárdossy Bolya tekintette a forgatások alatt. És azért nagyon sok szemre hagyatkozunk ilyenkor, nem csak a rendező, az operatőr, a rendező mellett azért nyilván még van néhány ember, aki az egészet figyeli, tehát hogy olyan szakember is van, aki a kapcsolódásokat nézi. Hogy az előző jelenetben hogy tartottad a... Erre külön van egy személy. Erre külön van egy, igen. Úgy tűnik, valószínű így is van, hogy ez egy nagy költségvetésű film, mert hogy olyan grandiózusnak, nagy produkciónak tűnik. Ugye az idő az pénz, úgy mondják, és akkor minden időkeretbe volt zárva, tehát azért fontos volt az, hogy figyelni az időre? Hát nagyon nem fontos volt. Nagyon fontos volt. Tehát a gyártás az egy olyan komoly logisztikai gyakorlatot hajtott végre, amit én nem tudom, hogy lehet megtanulni, hogy lehet lebonyolítani. Én, aki amúgy nem vagyok egy nagyon rendezett, vagy nem igazán tudom magam tervezett időpontokhoz tartani. Még egyszer nekifutok ennek a mondatnak, szóval, hogy nem tudok jól programot tervezni. Szóval, hogy állandóan kicsúszok ezekből a határidőkből. Ehhez képest itt több száz embernek a munkáját hangolták össze, és akkor nyilvánvalóan mindenre van egy idő. Arra voltam kíváncsi, hogy úgy a stáb mennyire volt szigorú ilyen szempontból, tehát, hogy akkor azt a bizonyos jelenetet, bizonyos időkeretben meg kellett csinálni jól. Igen, nem is képzeld el, hogy ráadásul koronavírus járvány volt a javában. Folyamatos tesztelések zajlottak, hogyha valaki szúrópróbaszerűen kiesett, akkor nyilván az egész produkció leáll. Szóval állandó tesztelések, nekem ráadásul még hazajönni, vissza tudok eljönni a határon, bezárnak, lezárnak. És vigyázni szóval, hogy igen, tehát hogy, és egy olyan isteni gondviselés, és egy ilyen vigyázó aurája volt ennek az egész történetnek, hogy gyakorlatilag egyszer az is megtörtént, hogy körülöttünk mindenhol esett az eső, és pont ott, azon a kis szigeten, ahol forgattunk, a körülmények ideálisak voltak a forgatásra, és amit befejeztük, elelett az eső. Tehát rengeteg ilyen égi jel volt, hogy miközben, mint a vörös tenger, csaptak össze a fejünk fölött a hullámok, így szépen csodálatos módon át tudtunk vinni ezt a túloldalra is, és le tudtuk forgatni a filmen. Mennyi időt ölelt maga a forgatás? Vagy mindenkinek más? Hát én mindenkinek idő? Egészen más. Nekem viszonylag kevés dolgom volt ebben. Te 11 néhány napot forgattam. De... Ennyi idő alatt el lehet játszani egy címszerepet egy ekkor filmben? Igen, persze. De hogy persze, miután ez ugye nem... lezárul a forgatás, akkor még jönnek az utómunkák, tehát hogy ez egy hosszú folyamat egy filmnek Különösen ennek a filmnek az esetében, ahol az utómunkák meghatározóak, mert rengeteg úgynevezett CGI, Special Effects és mindenféle olyan elem kerül még rá a filmre, amitől aztán elemelkedik és valóban olyan mesés lesz, amit ugye már a trailerben vagy az előzetesben láthattunk. Közben elkezdődött az új évad, hogyan fest számodra idén a Tompa Miklós Társulattal való közreműködés. Hát ez még... gondolom marad. Igen, abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt nem látjuk előre, ez egész évados működésünket színészként, hogy miben vagyunk benne. Azt tudom, hogy most októberben elkezdek próbálni a Skapen című darabban, amit Albu István rendez majd. És hát most a közeljövőben a Markó 70 verses műsorra készülünk, erre már ma délután elkezdjük a próbákat. És ha már belekóstoltál a filmezésbe, a filmvilágába, akkor nyilván kár lenne megállni itt. És ez hát van még kérdés. Egy projekted, ugye? Filmes projekt, miről van szó? Igen, hát ez teljesen az ellentéte, gondolom. Ez ellenpólusa ennek. Ez egy világos film, az egy sötét tónusú, az egy dark film. Míg ez egy családi mozi, amaz pedig egy politikai thriller. Egy olyan műfaj, amit Magyarországon eddig még nem
gyakoroltak, vagy egyáltalán nem volt rá próbálkozás. Ebben nappali forgatások voltak, abban éjszakai forgatások voltak. Kimondottan csak éjszakai? Zömében. Igen, igen, többnyire sötét jelenetek, és azokat éjszaka lehet felvenni. Tehát, mi a témája ennek a filmnek? Ez az összödi beszéd kiszivárogtatásáról és az azt követő zavargásokról szóló történet. Magyarországon 2006-ban kirobbant forradalom, a TV-székház ostroma, és hát ugye nem tudom, emlékszel-e ezekre az eseményekre, vagy mennyire van meg ez számodra? Hát azért úgy, igen, nagyjából, de nem részleteiben nyilván. Hát és ugye az egész filmnek a gerincét az akkori miniszterelnök által elmondott beszéd képezi, amit Balatonöszödön mondott el, ami később kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták, az a bizonyos elkúrtuk. Ja, más. Igen, ezért nehezen mondja ki az ember, bár, és mivel a filmnek is ezt a címet adták utólag, ezért olyan furcsán lehet vele kommunikálni. De ez egy olyan cím, ami rögtön világossá teszi, hogy miről szól. Tehát az azonnali megértést hivatott bevezetni. Ezt nem lehet félreérteni. Szóval, hogy el sem kell gondolkodni rajta túlságosan. Amikor a forgatások zajlottak, még a Hazugság ára címen futott, és az angol címe ez is maradt. Maradt. The Cost of Deception. Igazából ezt akartam mondani. Szóval ez az angol címe. A angol rendező és spanyol operatőr készítette ezt a filmet. Mennyire volt nehéz az átállás, tehát, hogy akkor ott volt ez a csodás mesefilm, családi film, stb., és akkor most egy ilyen sötét valamibe belecsöppenni. Igen, hát a kettős... Amúgy nem volt kérdés ez, hogy elvállalod vagy sem. Kettős a dolog, de igen, tehát igen? Ott is nagyon sokat moralizáltam magamban. Nehéz ügy, viszont a forgatáson uralkodó hangulat az iszonyú jó volt, és nagyon-nagyon baráti, és tényleg egy jó hangulatú forgatás volt a Hazugságára is, vagy az Elkurtuk című produkció. Nyilvánvalóan itt most a film körüli kommunikáció az ezt a megosztottságot, vagy ebben a megosztott helyzetben nagyon nehéz ebben, hogy mondjam, jelen lenni. Mert egy hatalmas plakátot képzelj el, Elkurtuk, és fölötte ki van írva a neved. Óriás plakátok most magyar. Most jelentek meg egészen frissen. Ezt lehet személyesen is venni? Picikét úgy hat rád ez a dolog? Tehát, igen, hát nyilván én magam is nagyon sokszor ebben az életben. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor ez mindannyiunkat érít. Egyszer mindannyian el. Igen, igen, itt ott. Ilyen vagy itt olyan vagy formában. Ott. Van, aki kicsit, van, aki nagyon. Én bízom abban, hogy továbbra is bízom abban, hogy a film képes lesz lebontani az előítéleteket. Tehát, hogy olyan világban élünk, és főleg Magyarországon, hogy ha kommenteket olvasol, akkor elhányod magad. Egész egyszerűen elviselhetetlen mértékű az egymásra a csarkodás. És igazából ez a film, amikor elolvastuk a történetet, vagy én amikor szembesültem a történettel, azt mondtam, hogy ez egy erős történet abból a korból, ahol én már éltem, amit én akkor megéltem, mert én 2004 és 2006 között még ott voltam. És ilyen emlékeztető jellege volt, és ráadásul jól megírt történet, tehát nem propagandisztikus, ahogyan azt most ugye nyilván az alkotók nyakába varják. Szóval ez egy... De csak akkor fog kiderülni, hogyha megnézzük a filmet. Viszont ez jelenleg... rossz dolog játszani egy ilyen filmben, ami port kavar, ami vitákat szül, ami kommenteket generál. Tehát, hogy... Én azt remélem, hogy olyan vitákat fog szülni, ami előre mutat, mert jelenleg egyre mélyebbre ássuk az árkokat, azt hiszem. Mennyire fontos egy színésznek olyan filmekbe játszani, például, ahol a forgatókönyv elfogadható számára. Mindig beszélnek erről, hogy akkor kell tudni szerepeket választani okosan, hogy az pozitív hatással legyen a
karrierjére, a színésznek, stb. Hogyan látott ezt a dolgot? Tehát, hogy valószínűleg elindul egy sorozat, most már egy a felhívások sorozata, akár, vagy nem, ezt úgy előre nem lehet látni. Én nem voltam még ebben a szerencsés helyzetben. Még nem voltál, de engem a szerepek választottak, tehát nem én választottam a szerepeket. De hogy az ajánlatok jönnek, és akkor a döntés úgyis a tiéd. Tehát, hogy az állítólag ez volt az utolsó filmem, tehát hogy én nyugodt vagyok ilyen szempontból. Gondolod, hogy ez volt az utolsó? Azt szoktam viccelődni, hogy ugye 40 évet vártam, és ezt le is nyilatkoztam az Origónak, amit nem osztottam meg a saját oldalamon, mert a cím, amit az interjú fölé tettek, az nem szolgált a beszélgetés apropóját, szóval elment egy aktuálpolitikába. De én azt szoktam mondani, hogy ugye egy év alatt leforgattam életem első és utolsó filmjét, és ráadásul az utolsóval kezdjük, hiszen ennek lesz október 21-én a bemutatója. És a, családi film, és a családi film az elkezekkel, a papámtól pedig december 2-án. Tehát izgalmas lesz az év vége, az biztos. Hát ebben az évben már úgysem fér bele, szinte semmi, csak a színházi szereplések, de hogy ezt sosem lehet tudni, hogy akkor még mikor jön a telefonhívás a következőre. Ez nem lehet kizárni. Hát nézd. Viszont készen állsz. Most már abszolút készen állok. Is volt vidában, is mesefilm. Azt mondhatom, hogy rengeteget tanultam. Tényleg, tehát ugye az elkezekkelben még ugye a mély vízben voltam, és úgy kapálóztam ösztönszerűen, hogy fenntartson a víz. Ebben a másodikban, amit most forgattunk, ugye, és október 21-én lesz a bemutatója, mert azt éreztem, hogy akkor bizonyos mozdulatokban otthonos vagyok. Tehát, hogy nem csak, hogy fenntart a víz, hanem egy-két karcsapást meg tudok tenni. Ez nem biztos, hogy haladok benne, de már otthonosabban mozogtam a filmben, és nagyon sok olyan tanulságos történet volt ebben a filmben, amit nem tudsz más körülmények között megtanulni. Tehát az, ahogy a spanyol rendező és az operatőr és az angol rendező egyeztették a szempontjaikat ott előttünk, és ezeknek szemtanúi lehettünk, abból rengeteget lehetett tanulni erről a szakmáról. Amúgy, ahogy mesélted, eléggé haotikusan történik a forgatás, lehet, hogy az utolsó jelenetet forgatjátok legelőször, stb., tehát ugra-bugra van folyamatosan a történetben. Mégis hogyan tudod te magadban letisztázni azt, hogy akkor ezt most jól megcsináltad? Nyilván a film még ki sem jött, nem lehet látni a produkciót teljes egészében, hogy mennyit szoktál ezen agyalni, hogy akkor vajon most ez jó lesz, nem lesz? Nyilván igen. A premiéren derül ki, de hogy addig még van. Ez egy ilyen gyötrelem így belül, abszolút. Hogy akkor most vajon milyen lesz a végeredmény? Ez egy kinkeserves gyötrelem, ez egy nagyon, és főleg az én alkatommal, mert soha nem vagyok elégedett, mert mindig azt érzem, hogy még egy picit tudnék tolni rajta, most másképp próbálnám ki ugyanazt. De hogy erre már nincs esély. És erre már nincs lehetőséget, szóval ez elment ez a vonat. Szinte minden alkalommal ezt érzem, hogy ha még lenne rá egy lehetőségem, akkor másként csinálnám. Viszont melletted szól az, hogy ez volt az első, meg a másik az, hát nem az utolsó, de a második. Tehát, hogy aki már több filmet forgatott, valószínű az picit másként kezeli ezt a helyzetet, mert van egy rutin, meg mit tudom én, akkor tudja, hogy igen, a végeredmény kb. Így fog kinézni, aztán a következőt majd jobban csináljuk, de hogy igen, jó, ez a filmes ez rutin, mert ez egészen más, mint a színházi rutin. Ugye itt elsősorban azt kell érezni, hogy hogyan osztod be az energiádat. Mert ugye elkezdődik a forgatási nap hajnali 5-kor, 6-kor kisminkeltek, és ott állsz, mint egy ilyen próba baba. Hajnali 6-kor lehet energiáról beszélni? Körülbelül hány kávé után jön ez az energia? A helyzet az, hogy lehet, hogy délután 3-kor kerülsz kamera elé. De addig ott állsz folyamatos készenlétben. És hogy ez alatt az idő alatt hogyan tudsz arra 3 másodpercre úgy olyan összeszedett lenni, hogy... Mint ha mindig is ott lettél volna. Milyen terveid vannak még? Ugye a két film most már megszületett, vannak színházi szerepek, még miben gondolkodol? Hiszen sok minden foglalkozol, ott van a zene is, ami ugye eléggé kedvenc volt egy időben, eléggé sűrűn kínáltak belőle. De most egy picit háttérbe nem kellett énekelni a mesefilmben amúgy? Nem. És arra gondoltam, hogy valószínűleg azért volna, válogattak ugye? Be, mert hogy ez egy zenés film, és hogy akkor... Mert ott mindig felcsendül egy dal. Egy betétdal például, vagy az más énekli a betétdalt. De, oda viszont bevonhattak volna, ugye? Igen, és kimaradtam belőle, mondom, én azt hittem, hogy az itt a hátsó szándék, hogy mivel látták, hogy én Csobot Adéllal énekeltem egyszer az Erdély Broadway című műsorban anno 70-ben,
Nem pont 70-ben volt az. Jó, de hát az egy előző keressék az archívumban, de igen. Igen, elég rég volt. Legalább 7 éve. Igen. Amúgy hogy... a tévés tapasztalatot segítette picikét a forgatásom, hogy olyan rég volt, hogy már nem számított? Hiszem. Nem. Nem hiszem. Nem. Nem hiszem. Szóval visszatérve a zenére, mi lesz azzal? Én nem tervezek különösebben. Ha, amikor jön spontán életre kell, akkor, és érzem a hullámot, akkor megpróbálom rádobni a szörfdeszkámat és menni vele, de nem gerjesztem a hullámokat. De ha véletlenül még egyszer karanténba kerülünk, akkor akkor jön a következő, nem? Természetesen. Jelen. A következő karantén, Isten őriz. Amúgy te hiszel ebben, hogy akkor a dolgok maguktól, a sors keze által jönnek, és akkor megtalálnak a szerepek, stb. Mert ugye ez eléggé idealisztikus. Erről sokan beszélnek, hogy igen, hogy akkor jött, és mit tudom. De közben lehet, hogy pont 40 évig vártál rá, nem lehet, hanem biztos. De hogy egyszer csak megtörtént. Mindig így történtek a dolgok a te esetedben, a jó dolgok, és pozitív dolgok. Sajnos igen. Sajnos, igen. Hát, hogy abban az értelemben, hogy sajnos, hogy nem irányítom a dolgokat. Pusztán lehet ezt erőltetni egyébként? Pusztán. Rádolgozni, hogy akkor most megyünk kéne. Castingokra igen. Is, igen, megyünk, kéne. És megyünk. Igen, rengeteg tudatos kollégám van, aki... De ez nagyon idegölő lehet amúgy a számukra, hogy akkor az, aki eljár folyamatosan castingra, lehet nem kapja meg, és akkor itt de előbb-utóbb, tehát azért megadja a lehetőségét annak, hogy történjenek vele dolgok. Én viszont nem tettem meg ezt. És lehet, hogy időben kellett volna ezzel is komolyabban foglalkozni. És akkor többször megtörtént volna? Igen, és már sokkal többet tudnék a szakmámnak arról a akkor részéről. Akkor már nem gomboltad volna ki az akkódat reflexből, mielőtt beugrasztad, hogy... tudtad volna, hogy nem szabad. Igen, de ugye ez az eleve elrendeltség, ez egy, hát ezt nem is tudom, ezt talán 80 évesen lehet visszagörgetni, hogy akkor bizonyos események az életedben milyen viszonyrendszerben történtek meg, és hogy akkor az alapján, ami veled megtörtént, mondhatod azt, hogy hiszed, vagy már nem szükséges kimondani, hát mert már megtörtént. Ja. Vannak-e álomszerepek, vannak-e dolgok, amikre úgy vágysz, vagy valakivel játszani, vagy valakivel énekelni? Ezek ilyen klasszikus. Hát a legújabb James Bond. Ja, csak ennyi. Igen. De hogy ez sem annyira lehetetlen, vagy elképzelhetetlen, mert ugye minden James Bond filmbe bevisznek egy európai új arcot, általában hölgyeket szoktak, de sose lehet tudni egy ilyen gonosz szerepében. Te paradigmaváltás van most a James Bondok történetében, hogyha megfigyeled, az aktuális James Bond mindig annak a kornak a leképeződése, amiben játszódik. És nagyon kíváncsi vagyok a legújabb James Bond filmre egyébként, ha már itt tartunk. Igen, addig is, ha megtörténik a felkérés, akkor te készen állsz gondolni. Igen, készen, nagyon szívesen beugrok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Amúgy igen, hosszas egyeztetés után, nem is mondom, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy lehet, hogy addig James Bondot is elhozhattam volna itt, amíg megérkeztünk. Hát, amikor elkezdtük ezt az egyeztetést, még csak egy filmről tudtunk beszélni, igen. És most lám... Igen, hát így érdemes, legalább kettő. Aha, azért mondom, hogy kivártam, amíg elegendő beszédtéma. Igen, megszületett az utolsó film is. És nem beszéltünk rólad? Ja, rólam. Hogy vagy? Köszönöm, én nagyon jól vagyok, még nem kaptam felkérést filmre sem. Igazából semmi másra, de egész jól vagyok. Úgyhogy, én egyébként, ha most megjegyzem, amíg forognak a kamerák, hogy én annak idején hallgattalak téged rádióban. Hú. Ez megtisztelő tényleg. Még egy Mix FM nevű rádió volt, igen. Amit Sofajvi Szabolcsa közösen vezetettek. Tegnap volt nálam Szabolcs, és minimum 10 percet röhögünk minden interjú előtt, hogy már tutira kimegyünk az időben, mert hogy nem tudja ezen túl billenteni magát. És nagyon jók jönnek voltatok. A régi dolgok. Nagyon jók voltatok, igen. Igen, bizonyos dolgok nem változnak, és ez jó, nagyon jó. Úgyhogy igen, én is hallgattalak annak idején a másik rádióban. Úgyhogy így küldtek vagyunk. Ellenfelek voltunk akkor, így különböző tábor hallgattunk? Jaj, nem. Ez van. Én úgy éreztem, nekem nem volt ellenfelem. Nyilván. Ez így. Megmaradtál a kulturális emlékezetben. Igen, hogy melyik kultúrában, nem tudom, de na, a popkultúrában nevezzük annak. Igen. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy jól érezted magad itt, és még eljössz, hogyha
valami történik, valami izgalmas az életedben, karrieredben. Persze nehéz ugye ilyen tömören fogalmazni ezekről a hirtelen dolgokról, mert még nyilván bennem se tisztázódott le egy csomó minden, úgyhogy... Szerintem december 2-áig végig izgulod, hogy akkor most mi lesz. Abszolút, abszolút. Olyan dolgokról beszélni, amit még nem láttunk. Nagyon de képzeld el azt a piros szőnyeget, ott nyilván lesz egy ilyen premier. Olyan feszengek az ilyesmitől, tehát nekem annyira nem. De hát azért el kell menni arra nyilván. Hát reméljük, annyira hogy, a, rossz nem lehet, reméljük hogy a korlátozások nem fognak annyira szigorúak lenni majd december környékén. Így van. Köszönjük a figyelmet, ne felejtjék minden kedden és pénteken este 7 órától magyar nyelvi adás itt a City TV-ben viszontlátásra. Köszi én is.